ráadásul a kultúra iránti elkötelezettség fog szerepet játszani, hanem a pénzügyekért felelős kormányzati tisztségviselő döntése is. Ez az önök belső dolga, ebbe beleavatkozni se jogom, se lehetőségem. Az viszont igen, hogy az országgyűlés elé olyan javaslatot tárjanak, amely nem csak szakmailag helyes, hanem amiről tudják a képviselők, hogy mennyibe kerül, miről döntenek. Ez az expozéba nem hangzott el. Ezért tisztelettel kérem, nyilván lesz erre mód, hogy tessék meghatározni azt, hogy amikor ez a törvénymódosítás itt megvitatásra kerül majd döntésre, akkor minden egyes képviselő tudja, hogy mennyiről dönt. Vagy pedig tessék bemutatni azt a garancia levelet, amelyben azt mondja az ön kormánya, kerül, amibe kerül, mi ezt megadjuk. Ha ezt hozza, nekem ez elég. Azt majd a költségvetési tárgyaláson ősszel eldől. Végezetül. Azt pedig, hogy kiragadva egy pontot, ami egyébként a nemzetiségi színház, és ne csak a német nemzetiségről beszéljünk, hanem a többiekről is, akik előadó művészetben szerepet játszanak, kategória átsorolást jelent, még egyszer mondom, szerintem helyes irány, jó dolog, a mi részünkről rendben van. Azt majd biztos elmondja, hogy akkor miért is van szükség arra, hogy most és nem megvárva az államtitkár úr által említett koncepciózus törvénymódosítást kerül ez napirendre. Összefoglalva tehát, tisztelt elnök úr, a Szocialista Párt frakciójának véleményét, mi ezt a javaslatot nem fogjuk ellenezni, ugyanakkor szükségesnek tartjuk a felelős döntéshez, hogy a Magyar Országgyűlés elé tárják az indítványozó képviselők, hogy ez a helyes irányba tett tervezett lépés milyen költségvetési többletforrást jelent, mennyi pénzbe kerül ez majd, honnan teremtik elő ehhez a szükséges forrásokat. Elnök úr, tisztelt Országgyűlés, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most 2 perces hozzászólásra Pósán László képviselő úrnak adom meg a szót a Fidesz képviselőcsoportból. Képviselő úr! Köszönöm, elnök úr! Csak szeretnék arra emlékeztetni, hogy én értem Hiller képviselő úrnak az aggodalmait. Valahogy ezek az aggodalmak az elmúlt esztendőkben soha nem jelentek meg, amikor a közszférának a bérezési kérdéseit próbáltuk megtudni, és a költségvetést rendre úgy terjesztették be, hogy ki voltak pontozva ezek a részek, és azt mondták, hogy ez majd a végén bekerül. Tehát a garancialevelek és egyebeknek az emlegetését én ugyan örömmel hallom, hogy ez fontosnak tartja. Hát jobb késő, mint soha ilyen értelemben megvilágosodni. Megjegyzem, hogy a módosítás, ami miatt ez most bekerült, még akkor is, hogy átfogó tervezetek is vannak. Ez azért van, hogy tudjanak működni ezek a kis színházak, mert az elmúlt időszakban jelentősen kivéreztették, hogy a közszféra minden szegmensét. Úgyhogy tisztelt Hiller úr, én azt szeretném csak még egyszer figyelmébe ajánlani, hogy ahogy az elmúlt esztendőkben nagy lelki nyugalommal el tudta viselni azt, hogy költségvetési törvény került úgy a ház elé, hogy kipontozva voltak egy igen nagy részt az egész közszférát érintően a bérek kérdése. Azt gondolom, hogy most egy viszonylag jóval szűkebb terjedelmű költségvetési kihatással bíró kérdés esetében nem különösebben elegáns és ildomos ez a fajta vehemes felháborodás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr. Most ugyancsak 2 perces hozzászólásra Józsa István képviselő úrnak adom meg a szót az MSZP képviselőcsoportból. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Nem értem Pósán László képviselő úr hozzászólását, mert semmiféle vehemens felháborodásról nem volt szó. Ha jól értettem, Hiller képviselő úr azt mondta a hozzászólásában, hogy a nemzetiségi színházak és a báb színházak kiemelt támogatásával kapcsolatban a Szocialista Pártnak kifogása nincs. És ha ezt vehemens tiltakozásnak és aggodalomnak érzi, akkor nem tudom, mit gondol a nemzeti együttműködés keretébe. Hogy mi írjuk meg a önök előterjesztéseit, és akkor majd nagy nemzeti együttműködés keretébe, egyetértés keretébe eltetszenek fogadni? Mert ez tényleg egy együttműködés lenne.
Úgyhogy ennél együttműködőbb nyilatkozatot, mint amit a former miniszter úr kifejtett, aki tényleg jelentős szerepet játszott az előadó művészeti törvény megalkotásában, ami a szakma széles nyilvánossága szerint előremutató, megalapozó jellegű, azt ne tessék így kiforgatni a ház falai között. Az viszont, mint a gazdasági bizottság alelnöke, engedtessék meg, hogy megjegyzem, hogy egy ilyen kiemelés, ami méltány előnyben részesít két területet, az forrást igényel. Ezt el kell dönteni, hogy plusz forrásból történik, vagy pedig a többiek rovására. Ez egyáltalán nem mindegy. Úgyhogy én nagyon kérném a kétharmados oldal résztvevőit, akiket az összes magyar választópolgár 34%-a támogatott, hogy értelmezzék úgy a kétharmadjukat és a nemzeti együttműködést, hogy az építő jellegű hozzászólások azok a cél elérését kívánják, és semmiféle kötözködést nem jelentenek. Elnök úr, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt képviselőtársaim. Írásban előre a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjából Pálfi István képviselő úr jelentkezett. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, öröm volt hallgatni, hogy az előterjesztő, a kulturális államtitkár, illetve a bizottsági ajánlat mennyire uniszónó ugyanazt mondták, és még az is öröm volt ebben a sorban, hogy Hiller képviselőtársam volt kulturális miniszter úr is, csatlakozott ehhez a konkordanciához. És rövidre is terveztem volna, hogyha nem vetett volna föl két kérdést. Ez a két kérdés ugye, hogy miért most és hogy mennyibe kerül mindez. Na most anélkül természetesen, hogy magam végeztem volna ilyen irányú hatástanulmányokat, azért azt nagyságrendekből tudjuk, és Hiller képviselőtársam pedig valószínűleg egészen pontosan tudja, hogy mibe kerül. Úgyhogy ha én nem tudnám megmondani, akkor kérem, hogy mondja meg ön. De azért egy Deutsche Bühne ungán viszonylatában ez az én tippem, ez néhány 10 millió forintot jelent. Hogyha ebben a rendszerben, amelyben ugye, mint hallottuk, azok a bizonyos nagyságrendű összegek szerepelnek, akkor ez a néhány 10 millió forint nem lehet tétel. Ha ehhez hozzá kell adni, és nincs, akkor pedig önök olyan munkát végeztek, hogy már lassan 10 millió forint sincsen a kulturális államtitkár rendelkezésében ilyen célra a rendszeren belül. És akkor most hadd ne mondjam, mert azt hiszem, hogy a beszélgetésünknek vagy a vitának ebben a szakaszában méltatlan is volna emlékeztetni arra, hogy mennyi pénzt kapott mondjuk öntől a hócipő. Tehát, hogyha 10 milliós nagyságrendekről beszélünk, akkor az kifejezetten örvendetes, hogy a Deutsche Bühne Ungarn ezzel a törvénymódosítással, ezzel a javaslattal, hogyha elfogadja a tisztelt ház, akkor ez hozzájut. Hogy miért most, arra viszonylag egyszerűbb a válasz. Azért, tisztelt képviselőtársaim, mert itt vagyunk és dolgozunk, és mindenkinek, akinek támad olyan egyén indítványa, javaslata, amelyet képviselő a kulturális kormányzat, a bizottság támogat, az joggal van a ház előtt. Amit ma ez ügyben megtehetünk, azt miért halasztanánk el novemberre, a költségvetésben majd akkor, és hogyha a kulturális tárca valóban úgy megvalósítja az előadó művészeti törvény és az ezzel kapcsolatos átalakítás szükséges rendelkezéseit, akkor ezt integrálni lehet. Az elképzelések része lesz a jövőben is, tehát nincs sok arra, hogy azt mondjuk, hogy erre most itt nincs szükség, akár milyen szép nyári nap van. De ha a javaslat még most kevés társulatnak, bábszínháznak, színháznak jelent pozitív diszkriminációt, akkor én fontosabbnak tartom a javaslatnak azt a nagy lehetőségét vagy előnyét, hogy a jövőben egyrészt azon 16 színház közül, amelyek ezt a bizonyos szövetségi állásfoglalást megalkották, minél többnek adhat lehetőséget arra, hogy ezt a pozitív besorolást élvezhesse, illetve, hogy olyan
esetleges szövetségeket hozzon létre, amelyben a maga külön-külön meglévő erejét, művészeti erejét egyesítve hozza magát olyan pozícióba, amelyből aztán egy ugródeszkaként ezt a pozitív diszkriminációt használva, amit most ez a javaslat megteremt, a jövőben még szebb számokhoz és forráshoz jusson. Úgyhogy ezért, miután a kereszténydemokrata néppárt számára különösen fontos kulturális kisközösségi azonosság tudatot erősítő javaslatról van szó, a párt ezt támogatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most 2 perces hozzászólásra Hiller István képviselő úrnak adom meg a szót az MSZP képviselőcsoportból. Képviselő úr, öné a szó. Én tisztelt elnök úr, üdvözlöm azt a hangnemet, amit képviselő úr most megütött, és hogy ne maradjanak kétségei. Bár nyilvánvalóan egy kormánytöbbséget képviselő képviselőcsoport és frakció rendelkezésére áll a teljes apparátus. Az a becslés, amelyet ön különösebb háttérszámítás nélkül végzett, nagyságrendileg pontos, ilyen összegekben kell gondolkodni. A másik megjegyzése miatt szólok igazán, mert bár a honlapon közzétettük, az átadás átvételnél számszerűsítettük. Azért nagyon szeretném, hogyha világos lenne, a nemzeti kulturális alapról szóló törvény rendelkezik arról, hogy annak meghatározott százaléka alkotja az úgynevezett miniszteri keretet. Ez a miniszteri keret a kultúráért felelős miniszter rendelkezésére áll, és a nemzeti kulturális alap 2002-ig 50%-a volt a miniszteri keret, mi ezt módosítottuk, és 25%-ban határoztuk meg. 2002-ben, amikor az önök előző kormánya átadta a kormányzást, a miniszteri keretbe a kormány átadás átvételkor 80 millió forintot hagytak. Ez a 80 millió forinttal lehetett a miniszternek, az akkori miniszternek gazdálkodnia a 2002-es évre. Kérem, nézzenek utána akkori számításoknak és sajtóhíreknek. Amikor én átadtam a tárcát, akkor a tárca költségvetésében, illetve a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretében 766 millió forint volt, ennyivel adtuk át. Ez honlapon megtekinthető, a számok pedig nyilvánosak. Ennyit az összehasonlításról, a továbbiakban is fenntartjuk, hogy a indítványozó képviselő úr véleményével, irányával, amit képvisel az indítvány, nem fogunk szembe menni. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Novák előtt képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportból, aki szintén írásban jelentkezett. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, egy olyan törvényjavaslat van előttünk, amiben egy komoly formai hiba van, és egy módosító javaslatot nyújtottak be eddig hozzá maga a bizottság, abban is ugyanúgy egy olyan formai hiba van, ami alapján be se kerülhetett volna álláspontom szerint erre az ülésre ez a javaslat. Ez azért lényeges, mert ma lezártunk egy részletes vitát, részletes vita nélkül, mert azt mondtuk, illetve azt mondta a levezető, hogy az MSZP elkésett, tehát lényegében formai hibát vétett egy módosító, vagy több módosító javaslatával. Aztán egy másik napirendi pontot úgy szintén lezártunk vita nélkül, mert formai hibára hivatkoztak, mert a Jobbik olyan gyökeres változást akart, olyan gyökeres módosító javaslatot nyújtott be, hogy az egész eredeti javaslatot javasolta kiszedni a törvénymódosító javaslatból. Bár a házszabályáról egyértelműen nem rendelkezik, hogy ez házszabályellenes lenne, önök annak minősítették, és ezért ma a részletes vitája sem történhetett meg annak, aminek tegnap az általános vitáját lezárták, szinte példátlan módon a magyar parlamentáris demokrácia történetében. A rendszerváltás óta a képviselői tájékoztató központ nyilvántartása szerint 3-szor történt ilyen, legutóbb 2000